Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Ma nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni, a magyar élelmiszerekről, hiszen aktuális most, hogy hogy állnak a gyümölcsök és az összes többi, illetve azért a magyar élelmiszerek forgalmának növeléséről, illetve a fogyasztói tudatosságról, a piaci mechanizmusról is szó kell, hogy essék vendégem, Zászlós Tibor, a Mezőfalvai ZRT igazgatója. Tisztelettel köszöntöm. Tisztelettel köszöntök minden kedves nézőt. No, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az elmúlt időszakban végigkísértük az aratási folyamatokat, ezért aztán egy kicsit először erről essék szó, hiszen azt tudjuk, hogy most már az árpazab, az őszi vetésű kalászosok zöme már a magtárakban alszik, viszont gőzerővel folyik a búza aratása. Ezekről kell, hogy szó essék, hiszen leginkább a búzáról, hiszen legfontosabb kenyérgabonánk állapota, mennyisége, minősége az mindig nagyon fontos. Ez így igaz. Én is mindig a búzához szoktam mérni az aratást inkább, mint a többi nyári betakarítási növényhez. És ha már a búzánál tartunk, akkor mindegy 66%-a van betakarítva a takarmány és étkezési búza mennyiségének, szépen haladnak, hiszen az időjárás kedvez az aratáshoz. Szerencsére jött a csapadékos idő is, ez nyilvánvalóan nem az aratókra van, hanem a kukoricára, hogy már nagyon-nagyon kellett ez a mennyiségű csapadék, természetesen nem jéggel, nem viharral, nem elfolyó vízzel, de azért ebből a mennyiségből maradt is meg a területeken. Sajnálatos módon az országosan azért vannak területek, ahol alig-alig volt csapadék, még így is. Tehát nagyon hektikus az eloszlása ezeknek a felhőzeteknek és a felhőből kihulló csapadékmennyiségnek, úgyhogy több helyen sokszorosa esik le, sok helyen meg nagyon töredéke. Nyilvánvaló ez azért a nagy egyenlétlenségeket fog okozni az őszi termések vonatkozásába is, de a búzák elvileg olyan 6 tonna körül mozognak országosan, ami termés eredmény szempontjából jó, természetesen a minőség már változó. A minőség az változó, ez a tavaszi aszály és különösen a szemkiteljesedés körüli aszályos időszak nem igen tett jót a minőségnek, de nem lehet azt mondani, hogy rossz búzáink vannak. Tehát meg lesz a magyar minőségi búza a kenyérnek valónak, amiből lisztet készítek, nyilvánvaló, és hát a lisztalapanyag pedig kiváló lesz ahhoz, hogy jó minőségű kenyereket lehessen majd a pékeknek ebből készíteni. Feltéve azoknak, és a vásárlói tudatosságról, ha beszélünk, akik nem az úgynevezett finoman szóval kényelmi eszközöket, tehát a különféle segédanyagokat helyezik előtérbe, hanem hagyományos kovászolt módon készítik a kenyeret. Nos, hát ugye a mezőföldön jó minőségű a búza, erről már esett szó. Ezt annál is inkább megerősíthetem, hiszen ma délelőtt voltunk egy búzaarratáson, ahol a szakember elmondta, hogy a malmi búza érték lesz körülbelül, hát árba még nem mentünk bele, az tény viszont, hogy a búzatőzsde mozog. De aki megteheti, az nyilvánvaló, hogy tárolja, és majd februárban adja el, vagy januárban, az mindegy. Igen, hát tudjuk jól, hogy ilyen ciklikusan vannak felvásárlások a malmoknál, hiszen a malmok legtöbbje hasonló tárolási kapacitással bír. Tehát egyszer van egy nagy felvásárlási dömping így az aratás időszakában. Majd ez ugye kinek mennyi tároló kapacitása van, decembertől januárig húzódik ki a következő időszak, amikor általában kiürülnek azok a tárolókapacitások, amik a malmoknál rendelkezésre állnak. Természetesen ez nagy átlagról van szó, és minden malom más, és minden terület más, nyilvánvaló ettől eltérően is vannak feldolgozók. De ez így érzékelhető nagyjából. Jelenleg azt kell mondani, hogy a búzának jó ára van, a takarmány búzának is. Sajnos, amit én itt nagyon sokszor elmondtam, hogy az étkezési minőségi búza ára
és a takarmánybúza ára közötti különbség nem igen éri el a kívánatos szintet, amikor azt kell mondani, hogy minőségi étkezési búzát hát érdemesebb termelni. Be kell látni, ennek ellenére azért sokan magunk is étkezési búzát termelünk, de reméljük, hogy ez a következő felvásárlási időszakra, és így is szokott lenni, bizony már nagyobb különbséget mutat a takarmánybúza kárára értelemszerűen. Hát most is megvan bizonyos különbség, de ez még hát a jó értelembe vett ingerküszöböt nem üti át, amivel tömegesen a termelők hajlandók lennének az étkezési búza termesztése irányába elmozdulni, nem pedig akár a hibrid búzafajták, akár pedig az egyszerű takarmány, nagyobb tömeget adó takarmány búzafajtákat termesszék. Az elmúlt időszakban sok szó esett róla, hogy féltették a repcét a gazdák, ugye egy nagyon fontos növényi kultúra itt Fejér megyében is, mert hogy a változékony időjárás alaposan megtépázta. Aztán kiderült, hogy hát kicsit jobb lett, de valóságosan milyen volt az idei repcetermés? A repcénél a betakarítás úgymond a vége felé tart. Országosan 89%-on volt július 20-án. Ez a legutolsó felmérés ilyen értelemben, tehát nyilván ma már előre haladottabb értelemszerűen, de azt jelenti, hogy olyan 2,5-2,7 körüli lesz az országos átlagtermés, 218 hektáron takarították be egyelőre a repcét, ugye 38 az a mennyiség, ami kint van, 238 ezer hektáron. A szemek aprók, tehát ott is a szemkiteljesedés nem igazán jött be. Az olajtartalma talán valamennyivel alacsonyabb a szokásosnál, de ez táblánként változó. És hát amit szerkesztő úr mondott, hogy talán legyen igaz, hogy egy kicsivel jobb a várakozásnál, de nem sokkal. Nem sokkal. Tehát a repce, azt kell mondani, hogy a várakozásokhoz képest hozta magát úgy, ahogy, de hát messze elmarad az előző évek hát rekordtermésétől, vagy pedig nagyobb termésétől, az ára viszont kiváló. Tudjuk jó, hogy volt úgy, hogy 200 ezer forint fölé per tonna is bekukucskált, de hát ez a 190 körüli repceár, ez legyünk őszinték, jó, kellemes ár, hogy még ezzel a termés átlaggal is eredményes gazdálkodást és eredményt hozzon hektáronként a gazdának. Érintőlegesen már említette a kukoricát, most csak azért hozom fel ismét, mert hogy most, tehát itt az éghajlatváltozásos időszakban, ebben a forróságban alaposan megviselte ezt a kultúrnövényt, viszont az eső valamennyit segített. De túléli ezt a kukorica? Túléli, de rendkívül erős termeléscsökkenéssel fog reagálni. Jártam az országot most különféle rendezvények okán. El kell mondani, hogy Zalába találkoztam nagy táblába térdig érő kukoricával. Furulyázott, még az eső előtt volt, de hát abból az eső után sem lesz sok minden. Most egyrészt a talajtani adottságok lehetséges, nem tudom megmondani, mert nem vizsgáltam meg, lehet késői vetés is, lehet tápanyag hiány is, ami még rásegített erre az aszályra, de lehet egy nagyon száraz kitett talaj, tehát sok minden elképzelhető. Fejér megyébe ennyire nem láttam rossz kukoricákat. Fönt Szabolcs környékén nagyon jó minőségű kukoricákkal is találkoztam, nagyon szép az északi megyékbe is. Tehát nagyon változatos az ország kukorica termés tekintetében, ahol bőséges esőt kapott a kukorica, ott jól van, ahol túlvészelte ezt a száraz, arid viszonyokat,
lényeges visszaesés nélkül, mert volt valamilyen módon vize a talaj bizonyos rétegeibe, vagy olyan talajtani adottságokkal vízmegtartó képességgel rendelkezett az a termőtáj. Ott a kukorica köszöni szépen jól van, mert hát ugye C4-es növényként, trópusi növényként neki meleg kell, víz kell, és utána úgy növekszik, idézőjelben, mint a gomba, tehát majdnem szemmel láthatóan nő a kukorica ilyenkor, de hát egyik napról a másikra is látszik a növekedése, tehát ahol volt csapadék, ott akár rekord mennyiségű kukoricára is lehet számítani, vagy valamilyen víz, de ahol nem, ott bizony nagyon-nagyon kevés lesz a gyűjtőtartályban, amikor kombájnolnak. Megérkeztünk a gyümölcsökhöz, és ez azért is fontos, mert elképesztő árakat tapasztalunk. Menjünk egy kicsit végig, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy ez a szélsőséges időjárás leginkább a gyümölcstermesztőket. Néhányat tett tönkre, mondhatom ezt. Bodakajtor térségében például szörnyű állapotok voltak, és ezt végig kísértük mi. Menjünk sorba Kajszi Barack. Kajszi Barack nagyon kedvelt magyar gyümölcs, és nem csak azért, mert lekvárnak, mindennek jó, és hát nagyon szomorú állapotok uralkodnak. Nagyon szomorú állapotok uralkodnak, mert ha egy negatív hírrel kellene kezdenem ezt a beszélgetést Kajszi vonatkozásába, akkor azt kellene mondanom, hogy idén is elfogyott a kajszi termés 4/5-e. Borzasztó. Az Alföldön általában 10 évből 6 évben elfagy a kajszi. Tudjuk jól, hogy a megyénkbe itt Tordasgyúron van egy kísérleti állomás kajszi vonatkozásában, önmagában itt fajta fenntartásban 350 fajta körül szerepel. De hát ez azt jelenti, hogy Magyarországon jelenleg 350 fajtából választhat az a termelő, vagy majdani kajszi termelő gazda, aki most kihasználva a támogatásokat, ültetvényt telepít. Volt egy kajszi tanácskozás most július 20-án, ami minden évben megtartásra kerül, hiszen a Nébik és a Kamara ezt évek óta fontosnak tartja, és itt is elhangzott, hogy nagyon sok mediterrán fajta be lett hozva, különféle vizsgálatok nélkül, aminek majd az eredményeit most gyakorlatilag pár éven belül Tordas ki tudja majd adni, és ezek eltelepítve, hát bizony nagyon fagyérzékenyek. Több oknál fogva történik ez. Az első, az a időjárásit fogom elemezni, a másik pedig a közgazdasági és gazdaságpolitikait. A időjárás vonatkozásában idén március 18 és április 18 között, tehát egy hónap alatt. Igen, így van, 18 fagyos éjszaka volt. 18. Március 18 után. Ebből 14 országos lehűléssel volt együtt. Tehát nem regionális, országos lehűléssel együtt. Az oka viszonylag egyszerű. Ugye tudjuk, hogy időjárás szempontjából az északi sark kör körül körkörösen mozgó felhő réteg és gyakorlatilag áramlat, az északi sarki hideget az ott tartotta. Nem véletlen volt később ugye a sarkkörnek a kialakítása, de ezek az időjárási anomáliák, nem akarom most ragozni, éghajlatváltozás, ezeket időnként megbontja. Régen ritkán bontotta meg, lássuk be a március 15-i havazás, már az is bizonyos éghajlatváltozás volt annak idején, de most egyre gyakrabban. Na most ez a megbomló, körkörös, ciklikusan mozgó légréteg, ugye hát utána kitér, és a hideget behozza Európa még délebb részeire is, tehát Európa számos részén fagyott el, ez nem vigasztal bennünket, ugye a kajszi termés. A másik pedig ennek a nagyon sok fajtának a behozatala,
Hát voltak gazdaság politikusok, hát előző ciklusokban, mármint tízes évek előtt, nem akarok most neveket említeni, akik világosan kijelentették, hogy nem baj, hogy behoznak sok fajtákat, a piac majd úgy is szelektál, a piac majd úgy is eldönti, hogy melyik jó vagy rossz, és még azt is megkérdőjelezték, hogy esetlegesen a tordasgyúrói kísérleti állomásnak helye és szerepe van a magyar agráriumban, vagy kertészet vonatkozásában, mert mindenki ezek az intézetek, akik vizsgálják ezeket a fajtákat, majd a piac szentsége mindent eldönt. Tudjuk, hogy nem így történt, sőt, mi több, nagyon sokba kerül azoknak a gazdáknak, akik kellő szakirányítás, szakismeret, átadás hiány maguk választottak fajtákat, bízva abba, hogy ugye az éghajlatunk melegszik, és akkor a korábbi érésű fajták meg hát piacképesebbek lesznek gyorsabban, nagyobb termés eredményeket adva egyéb. Nagyon érdekesek voltak az ottani előadások, most már pont azt mondják, hogy a északi oldalra kell telepíteni kajszit, mert a nyugalmi állapota később szűnik meg az északi oldalon, tehát kevesebb esélye lesz neki elfagyni. Tehát nagyon-nagyon másfajta válaszokat adnak az éghajlat változásra ma már a kertészek, és adnak változásokat, és pont ezek a tudományos szentélyek kellenek ahhoz, mert én így nevezem tordasgyúrót is, hogy igenis a gazdálkodók olyan ismeretekkel rendelkezzenek, amelyek naprakészek, amelyek innovatívak, és ezek a korszerű ismeretek átadásra kerülnek, akár a falugazdászok révén, akár például a tudományos munkatársak névén, mert enélkül ma már nincs eredményes kajszi, de gyümölcstermesztés sem Magyarországon, ezt bízvást állíthatom, tehát innovatív elmélet és gyakorlati tudás hiányába nem lesz. Pár számot azért mindenképpen mondanék kajszi vonatkozásába, hogy lássuk, hogy emellett a nagyon sok fajta mellett azért megvannak a régi hazai fajták is, amelyek egyébként kevésbé fogyérzékenyek, és ezekkel kísérletek folynak különféle alanyokon, amit megint eredményesen tudunk majd hát a termesztésbe bevonni, mert hiába van egy korszerű, de itt meg nem termő déli vagy mediterrán fajta, és amit szerkesztő úr is mondott, nagyon fontos a hazai piaci termelés, tehát piacra való termesztés, tehát a közfogyasztás. Nagyon fontos az export alapanyag és a feldolgozóiparnak a szükségleteinek a biztosítása. Csak hozzá kell tenni, jó lenne, ha lenne. De mivel nincs, pont az elfogyások okán, ezért ezt hosszú távon biztosítani kell, hiszen számtalan magyar ember nagyon szereti a kajszit, magam is ezek közé tartozom, nem egyedül, és bizony feldolgozva is, tehát a konyhának fontos szereplője a kajsziban az feldolgozott termékeinek különféle formái, de exportcikkünk is. Nem beszélve arról, hogy Magyarországon most mintegy 5600 hektáron termelnek, és van ültetvényben kajszibarack. Ebből most jó lesz, hogy a 7000 tonna termék fog keletkezni, vagy gyümölcs lesz. Egyébként olyan 20-25 ezer tonna körüli az a mennyiség, amit évente megtermelünk. A vágyunk az, hogy mintegy 50 ezer tonna legyen a évi kajszitermés, mert így a 70% a feldolgozás és export, 30% pedig közfogyasztás, piaci fogyasztás vonatkozásába tud elmenni. De hozzáteszem azt, hogy az egyik legnagyobb termelő, EU-n kívüli termelő az Törökország 500 ezer tonnával, és ott van az EU a maga 600 ezer tonnás kajszi termésével, ugye a déli országok, Görögország, Franciaország déli része, Spanyolország, nem akarom mindent sorolni, Spanyolország. Tehát ezek a legnagyobb kajszi termelők, a világon pedig 4 millió tonna kajszi terem, és
Hát nekünk szerencsére az importunk is körülbelül annyi, mint az exportunk, amikor természetesen van. Tehát ebbe egyensúlyba vagyunk. Most mondanám azt, hogy keresse a magyar kajszit a piacon a termelő, keresse a kajszit, de bizony horroráron van, és bizony nem véletlenül, mert olyan kevés termet. De ha már a gyümölcsöknél vagyunk, akkor pár szót, ha említhetünk a megyről, amelyiket ugyancsak megviselte elég alaposan, ugye ez a kitett időjárás, ez azt jelenti, hogy bizony apróbbak lettek a szemek. Az ár úgy, ahogy elfogadható, bár voltak komoly küzdelmek és viták benne. Az alma megsínlette a tavaszi fagyokat, de egy nagyon közepesnél gyengébb termés, mint egy 430 ezer tonna várható gyakorlatilag a almából, megyből 79 ezer tonna, tehát ezek ilyen közepesnél gyengébb termésmennyiségük. De ha már itt... Apropó, ugye az almát említette, és egy nagyon érdekes dolgot mondott még a műsor előtt, erről kell, hogy beszéljünk. Az alma-burgonya viszony, mármint a mennyiség, ilyen értelemben nem tartozik össze, az egy gyümölcs és az egyik legfontosabb olyan termék, amit szívesen fogyasztunk köretként, hogy kétszer annyi alma termet, mint burgonya. Vagy várhatóan fog teremni. Igen, de na ez egy érdekes szám. Ez egy nagyon érdekes szám. 433 ezer tonna körüli almatermésünk lesz, és 212 van programozva burgonya vonatkozásában, döbbenetes. Döbbenetes. Még akkor is, hogyha tudjuk, hogy 23 ezer hektáron van alma ültetvény, és mindössze 7800 hektáron kezdtek el a termelők burgonyát, vagy fogtak bele burgonyatermesztésbe, úgy, hogy a tavalyi burgonya is egy része, ha a reggeli híradásokat nézzük a hajnaltájba, hát kiöntésre került. Tehát olyan bődületes az importnak a nyomása, hogy a hazai termelő nem termel burgonyát, mert rámarad, és utána viszi ki a határba. Tehát ez nem, ebben nyilvánvaló valamiféle EU-konform piaci intézkedések is szükségesek, mert azért a burgonya egyik nagyon fontos cikkünk, és gazdák sokasága van, aki nagyon szépen ért hozzá, nagyon jól beleásta magát a burgonya termesztés rejtelmeibe. Hát ezeknek nem kell elveszejteni ezt a lehetőségét, hogy ma már egyébként vírusálló jófajtáink is vannak. Ezt azért mondom, mert a keszthelyi agrártudományi egyetemen újból előszedték a magyar fajtáknak a nemesítését. És ma már olyan magyar fajtákat állítanak újból elő, amelyik 3-4 évig nem romlik le a vírustól. És nyilván, hogy az a holland meg egyéb fajta, pedig hát újból vetőmagokat kell, tehát vetőgumót kell venni, vásárolni, hogy jó minőségű termés legyen, a magyar fajták pedig nem. Ízanyagra, beltartalomra pedig, hát én azt mondom, jobbak is, mint bizonyos észak-európai fajták. Tehát érdemes lesz majd egyszer beszélgetnünk a burgonyáról, akár még külön is, de ami nagyon fontos, hogy végre valahára megtalálták a zöld dióburok fúrólégy elleni szerét. Tehát ma már van egy olyan fehérje alapú csalogató anyag, amiben ha bekeverik a piretroidot, és ez már készen kapható, most nem reklámhelye, hogy mondjam a nevét, de a boltokban már lehet kapni, és ezt kipermetezve meg lehet a diósokat védeni, és ez nagyon-nagyon fontos, nagyon mert fontos. Bizony az előző években ez óriási kártételekkel volt. Igen, hát egekben emelkedett az ára, tudjuk ezt jól, már pedig a hazai piacon az édességekben kell a dió, mert mi ezt megszoktuk. A minótai diók egyébként világszintűben. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Innét folytatjuk, mert lesz még dolgunk bőven, hiszen az éghajlatváltozásról nem lehet eleget beszélni, mondom én, és az elmúlt időszakban Nagy István agrárminiszterrel is készült egy olyan interjú, amelynek kapcsán majd szeretném önt is megkérdezni, hiszen ez egy nagyon fontos, hiszen itt aztán az unió
mellett a piaci mechanizmusok rákényszerített az éghajlatváltozás jószerivel ebben minden szerepel. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, vendégem Zászlós Tibor állandó szakértőnk, a Mezőfalvai ZRT igazgatója volt, maradjanak továbbra is velem. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!